39 hetes várandós leszek, és most már rendszeresen vannak jóslófájásaim, úgyhogy gyakorlatilag bármelyik pillanatban megérkezhet a babó. Viszont mielőtt még ez megtörténne, és mielőtt azok az események, a szülés, meg a gyermekágy, meg a baba illat és a szerelem fölülírná a megéléseimet, szerettem volna összefoglalni, hogy milyen volt számomra várandósnak lenni, és hogy melyek azok a dolgok, amelyeknek örültem volna, hogyha valaki előre tájékoztat róluk. Tartsatok velem! Itt az elején szeretném hangsúlyozni, hogy nem azért akarok ezekről a dolgokról beszélni, hogy bárkit is eltántorítsak attól, hogy kisbabája legyen. Én sem gondolom, hogy ha valaki nekem elmondja ezeket a dolgokat, mielőtt teherbe esek, változtatott volna a szándékaimon. Inkább csak azt érzem, hogy felkészültebb lettem volna mentálisan, meg érzelmileg, és hogy ez hozzájárult volna ahhoz, hogy magabiztosabb legyek, főleg mivel én eléggé szorongó típus vagyok, az információ hiány úgy érzem, hogy nagyban megnehezítette a várandóságomat. Szóval ilyen szempontból szeretnék azt hiszem segítséget nyújtani, hogyha lehet ezt annak nevezni, illetve azért, mert a várandóságom alatt gyakran volt az a megélésem, minthogyha egy ilyen óriási összeesküvés áldozata lettem volna, és minthogyha minden nő, aki valaha várandós volt, megfogadta volna, hogy ő már pedig nem beszél a titkairól. És emiatt gyakran így magányosnak éreztem ezt az állapotot. Nem tudtam, hogy ami velem történik, meg amiket érzek, azok normálisak-e. Ahogy mondtam, csomót szorongtam, és valahogy nem tartom normálisnak, hogy egy olyan dolgot, ami ennyi embert, ennyi nőt érint, ennyi tabu övezze. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról őszintén. Egyrészt értem, hogy honnan jön ez, hogy miért nem mernek az emberek beszélni a megéléseikről, hiszen olyan napokat élünk, hogy ömlik ránk mások véleménye, meg a kéretlen tanácsok, és főleg, hogyha első gyereket vársz, szerintem nagyon könnyű elbizonytalanodni, és nyilván mindenki fél az ítélkezéstől, szóval megértem, hogy az emberek nem mernek ezekről a dolgokról nyíltan beszélni, de mégis azt gondolom, hogy ha nem változik semmi, akkor nem változik semmi. Szóval, hogyha nem vállaljuk fel ezeket a dolgokat, akkor még a mi gyerekeink, meg a mi unokáink is ugyanilyen tabuk között fognak élni, és ez számomra elképzelhetetlen. Mielőtt várandós lettem volna, valahogy csak a két végletet láttam, vagy ezt a minden csodálatos, és egyébként is, amikor a kezedbe fogod a gyerekedet, minden nehézséget el fogsz felejteni, végletet, vagy a borzasztóan traumatikus szüléstörténeteket, amik teljesen a frászt hozták rám. De hogy így a kettő között a várandóságnak a hétköznapi kellemetlenségeit, nehézségeit, valahogy ezt nem láttam át, fogalmam sem volt emiatt, hogy mire számítsak. Úgyhogy ebben a videóban ezekről szeretnék beszélni. Na de a hosszú bevezető után vágjunk is bele, íme azok a dolgok, amelyek engem teljesen megleptek a várandóságom során, és amelyekről örültem volna, hogyha valaki előre tájékoztat. Az első az az, hogy a klisék csak a jéghegy csúcsa. Az ilyenek, hogy majd nagyon sokat fog kellni pisilned, amiről én azt gondoltam, hogy majd a harmadik trimeszterben következik, azért, mert ugye nyomja a baba a húgyhólyagát az embernek. Erre felkiderült, hogy nem, már az első trimeszterben is előfordulhat a hormonok miatt, nálam például ez volt, akkor egyébként sokkal többet jártam WC-re, mint most, vagy ilyenek, hogy dagadni, vagy dagadhat az ember lába, ami megint olyan, hogy aha, de hogy nem készített fel arra, hogy ez mennyire kényelmetlen, gyakran mennyire fájdalmas, mennyire frusztráló, milyen nehéz mondjuk lépcsőn le, meg felmenni, cipőt felhúzni,
egyáltalán a cipőimből kb. Semmi nem jó. Szóval vannak ezek a dolgok, amikre így így abszolút nem voltam felkészülve. És ja, ha már a cipőknél tartunk, az egy dolog, hogy szülés után az ember lába lelohad, de azt is csak nemrég tudtam meg, hogy sok nőnek egyébként soha nem megy vissza a lábmérete az eredetire, és szülés után már mindig egy vagy két számmal nagyobb cipőt kell hordaniuk. Szóval, hogy nem tudom, valaki ezeket a dolgokat így összefoglalhatná. De hogy úgy egyáltalán fogalmam sem volt róla, hogy mennyi kellemetlenséggel jár a várandóság, ami gyakran nagyon durva fizikai fájdalmat jelent. Ott van például a karpel alagút szindróma, amiről ezelőtt szintén nem hallottam, amivel engem ugyan nem diagnosztizáltak, de úgy sejtem, hogy volt vagy van, ami azt jelenti, hogy az embernek fáj a csuklója, a keze, vagy a sima ízületi gyulladás, amivel szintén hetek óta küzdök, az ujjaim nagyon fájnak, nagyon nehéz fogni, meg finom motorikus tevékenységeket végezni. Henryvel legóztunk, és akkor nevetett rajtam, hogy nem tudom normálisan összenyomni a darabokat, de nem azért, mert Béla vagyok, hanem mert nem érzem rendesen az ujjaimat. Ezt a kettőt például, a jobb kezemen a középső ujjaim ujjbegyét most már vagy két hete nem érzem rendesen. És hogy ezek egyébként normális velejárói a várandóságnak, csak ha az ember nem tudja, hogy ezek normális velejárói, akkor nagyon sok mindenen bepánikolhat, vagy hát legalábbis velem ez fordult elő, vagy például ilyenek, mint az alhasi görcsök az első trimeszterben, ami elvileg egy bizonyos pontig normális, de ugye senki nem tudja megmondani pontosan, hogy mi ez a bizonyos pont, meg a fájdalom ugye egyébként is relatív. Szóval, hogy úgy egyáltalán valahogy jobb lett volna, vagy jó lett volna jobban átlátni azt, hogy a kellemetlenségek mit jelentenek, és hogy ez tényleg nagyon gyakori fizikai fájdalommal járhat, mert nem tudom, lehet, hogy nem változott volna semmi, de úgy érzem, hogy azért lelkileg jobban fel tudtam volna készülni. És ha már beszéltem a pánikról, meg arról, hogy az ember nem tudja, hogy ami vele történik, az normális-e, a második pont az, hogy minden miatt aggódni fogsz. Nyilván ez is valószínűleg nem mindenkire igaz, ahogy említettem már, én szorongó típus vagyok ilyen szempontból, de hogy főleg az első trimester ilyen szempontból nagyon-nagyon durva volt, ugye amiatt is, mert akkor még nagyon törékeny a babó, meg a legtöbb vetélés akkor történik, de hogy mindentől teljesen pánikoltam, és ami nekem segített, az a Pregnancy Plus applikáció, amit már egy korábbi videóban említettem, ami tele van tudományos alapokon nyugvó, hiteles információkkal, amelyek számomra nagyon sokat segítettek, illetve az, hogy a nőgyógyászomtól bármikor bármit kérdezhettem, és hogy nem kellett attól tartanom, hogy hülyének néz. Úgyhogy így sikerült ezt így átvészelni. Aztán ugye a második trimeszterre már jobb lett a dolog, de hogy gyakorlatilag minden hónapban, hanem minden héten van valami újdonság, amitől az ember megijedhet, és akkor nem tudja, hogy ez oké-e, vagy sem. Például amikor elkezdett mozogni a babó, az is nagyon fura volt, mert nem mondta el senki, hogy nekik is vannak aktívabb, meg nyugisabb napjaik, és hogy az, hogy elkezdtem érezni, hogy mozog, nem azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve már mindig ugyanúgy fogom érezni, és hogy így az első napok után meg aztán attól pánikoltam teljesen, hogyha mondjuk egy napja már nem éreztem, hogy vajon jól van-e, vagy mi van vele. Vagy ugyanígy például, amikor elkezdett csuklani, bár arról tudtam az egyik barátnőmtől szerencsére, hogy létezik ilyen, hogy a babák csuklanak, és ezt az anyuka érzi. Viszont azt nem tudtam, hogy ez hogy néz ki, és először azt hittem, hogy valami rohama van a gyereknek, így teljesen megijedtem, és akkor írtam a nőgyógyászomnak, hogy
ez van, ezt érzem, lehet-e csuklás, és akkor mondta, hogy igen. És azóta már hozzászoktam, ez sem fordul elő mindenkivel, nem mindenkinek a babája csuklik, vagy nem mindenki érzi. De hogy ehhez a folyamatos aggódáshoz nem tudom, hogy hozzá lehet-e szokni, és így azt érzem, hogy így most attól kezdve, hogy így megfogant a baba, az élete végéig ez már jelen lesz. Nagyon, nagyon, nagyon fura érzés, olyan, mintha az embernek a szívének egy darabja így rajta kívül létezne. Nem tudom, hogy erre fel lehet-e készülni, de bizarr dolog, és az is bizarr, hogy ezt így önként vállaljuk. A harmadik dolog, amire abszolút nem voltam felkészülve, az, hogy a testemhez való viszonyom óriási mélységeket és magasságokat élhet meg. Nyilván arra fel voltam készülve, hogy nagyon sok változás történik majd, hogy benne van a pakliban, hogy meghízok, amitől egyébként féltem is, mert sok-sok év főleg mentális munkájába került az, hogy végre elégedett legyek a testemmel, és jól érezzem magam a bőrömben, és féltem attól, hogy ezt elveszítem. Nem híztam meg látványosan, vagy hát nyilván a pocakom óriási lett, meg a csípőm, a lábaim megvastagodtak, de hogy úgy, nem tudom, így az arcom, meg a karjaimon annyira látványosan nem észrevehető, de ennek ellenére is óriási volt a hullámzás. A második trimeszterben például imádtam a testemet, és annyira gyönyörűnek és varázslatosnak láttam, mint még addig soha. Igazából nem is érdekelt annyira, hogy hogyan néz ki, annyira ámulatba ejtett az, hogy mire képes, hogy mit tesz értünk, értem meg a babáért. És mivel számomra az öltözködés, ez az önkifejezésnek egy nagyon fontos formája, a második trimeszterben ebben is így teljesen ki tudtam élni magam, és nagyon-nagyon élveztem öltöztetni a pocakomat. Aztán, ahogy átléptünk a harmadik trimeszterbe, szinte egyik napról a másikra változott meg ez, és most így a várandóságom vége fele, sajnos az az alap megélésem, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, nem érzem önmagamnak magamat, csúnyának, nagynak, kövérnek, stb. Látom magam. Ami nem annyira, vagy nem is az, hogy annak látom magam, mert ez nem annyira a külsőségekkel függ össze, hanem inkább csak ezzel az érzéssel, hogy kényelmetlen a testem, hogy nem tudja azokat a dolgokat megtenni, amelyek eddig természetesek voltak, illetve összefügg azzal is, hogy nem tudom felvenni azokat a ruhákat, amelyeket szeretnék, és hogy ez a fajta kreativitás, meg önkifejezés, ami számomra nagyon-nagyon fontos, így teljesen háttérbe szorult, és ezt is eléggé nehezen viselem. Így ezek miatt, a dolgok miatt gyakran érzem azt, hogy a testem cserben hagyott, vagy hogy így már nem engem szolgál, mert ahogy mondtam, azok a dolgok, amik eddig természetesek voltak, mint legugolni, vagy lehajolni valamit felvenni, vagy zoknit húzni, vagy az ágyban átfordulni egyik oldalról a másikra, ezek nagyon-nagyon nehézkesen mennek. És hogy alapvetően értem nyilván, hogy ez miért van így, de hogy nagyon nehéz ezt megélni. Valahogy olyan, mintha az összes izmom, sejtem, csontom valaki másnak, az igényeinek, szükségleteinek lett volna alárendelve, és én meg egy ilyen szükséges, megtűrt lakóvá váltam volna a testemben, ami azzal együtt, hogy tudom, hogy ez egy ideiglenes dolog, és hogy csodálatos, hogy így vagyunk megalkotva, és hogy erre képesek vagyunk, de ezzel együtt is nagyon-nagyon furcsa. És mindezeken nem segít az, ami a negyedik pont, hogy amint várandós leszel, mindenkinek meg lesz a véleménye a testedről.
Erre is valamilyen szinten fel voltam készülve, vagy hát legalábbis a kéretlen kommentárokra, meg arra, hogy emberek majd meg akarják fogni a pocakomat, stb. Viszont amire nem számítottam, az az, hogy nők így egy az egyben majd rám vetítik a saját szülésélményeiket, várandósággal kapcsolatos tapasztalataikat, és hogy így a saját megéléseiket tényként fogják közölni. Ilyenekre gondolok például, hogy biztosan sok vért fogok veszíteni szülés alatt, vagy mivel nagy a baba, biztosan repedni fog a gátam, stb. Amelyek nyilván benne vannak a pakliban, de hogy nem törvényszerűségek, nem mindenkivel történnek meg ezek a dolgok, és hogy valahogy fura, hogy ezt az emberek így nem tudják elkülöníteni, hogy csak azért, mert velem ez történt, nem azt jelenti, hogy másnak is ez lesz a normális, illetve hogy nem látják át azt, hogy így elültetik ezekkel a mondatokkal a bogarat az ember fejébe, és hogy sok minden így önbeteljesítő jóslattá válhat. Az ötödik pont az részben kapcsolódik az előzőhöz, és az az lenne, hogy amint várandós leszel, emberek nem tudnak majd többé önálló, érző, gondolkodó lényként tekinteni rád, akinek a döntései és a tapasztalatai függetlenek a sajátjaiktól. Hihetetlen, hogy mennyire beindul ilyenkor az összehasonlítgatás, meg a méricskélés, és az, hogy emberek a te tapasztalataid alapján próbálják legitimizálni azt, amin ők keresztül mentek. Szóval, hogyha velük így történt, akkor biztosan veled is úgy fog, meg hogyha ők így nevelik a gyereküket, akkor neked is azt kell csinálnod, mert hogyha nem azt csinálod, akkor nekik el kell gondolkodniuk azon, hogy másképp is lehet, azt meg nem bírják el. És hogy nem jut eszembe az életnek még egy olyan területe, ahol annyira látványosan működne ez, mint az anyaságban. És így nagyon ijesztőnek tartom néha azt, hogy emberek mekkora vehemenciával próbálják mások torkán lenyomni a saját meggyőződéseiket. Ennek az éremnek a másik oldala az, amit a hatodik pontban úgy fogalmaztam meg, hogy nők úgy nyílnak meg majd előtted, mint azelőtt soha. Említettem ugye korábban, hogy gyakran azt éreztem, mintha egy összeesküvés áldozata lettem volna. Na hát most így a várandósággal meg azt tapasztaltam, hogy van egy ilyen titkos klub, és akkor így be akarnak avatni emberek, és rokonok, barátok, random idegenek meg akarják osztani a történeteiket, ami gyakran fárasztó, főleg, ahogy már említettem, hogyha így van tálalva, hogy ezek a tények, és hogy biztosan ez fog történni, és hogy akarva akaratlanul ezekkel elültetnek egy csomó félelmet a fejedben, ami nem segít sokszor. De ugyanakkor van ebben valami nagyon elemi, és nagyon szép is. És szerintem ennek a két látszólag ellentmondásos megélésnek a hátterében ugyanaz van, az, hogy mindannyian tartozni szeretnénk valahova, mindannyian azt szeretnénk, hogy megértsenek és elfogadjanak, és hogy úgy tudjunk beszélni az érzéseinkről, a tapasztalatainkról, hogy nem kell közben attól félnünk, hogy elítélnek miatta, és azzal is tisztában vagyok, hogy mindannyiunkban van egy félelem ezzel kapcsolatban, és hogy sokan alkalmazzuk a legjobb védekezés a támadás filozófiát, és hogyha attól tartunk egy szituációban, hogy el fognak ítélni a döntéseink, vagy a viselkedésünk miatt, akkor inkább támadunk, vagy inkább így kivetítjük a félelmeinket, mint sem el kelljen bírnunk a kritikát, meg a szégyenérzetet, ami ezzel jár.
ilyen szempontból számomra nem csak hihetetlen önismereti utazás is volt a várandóság, de hogy nagyon-nagyon érdekes volt másokat megfigyelni ebben a dinamikában, és picit úgy éreztem, hogy közelebb is kerültem ezáltal minden nőhöz, aki valaha várandós volt, és egyébként nem csak a nőkhöz, számomra például nagyon-nagyon megnyugtató olyan videókat nézni, amelyekben állatok szülnek a természetben mindenféle segítség, meg beavatkozás nélkül, és hogy valahogy úgy erővel, meg magabiztossággal töltenek el ezek a videók, hogyha ők meg tudják csinálni, akkor valószínűleg én is meg fogom tudni csinálni. A hetedik pont az, hogy kitüntetett szerepet kapsz majd a társadalomban. Nem voltam felkészülve arra, hogy mennyivel kedvesebb, előzékenyebb, figyelmesebb lesz mindenki. Tömegközlekedést ebben az időszakban már nem nagyon használtam, szóval azt nem tudom, vagy azzal kapcsolatos tapasztalataim nincsenek, hogy mondjuk emberek a buszon átadták volna a helyüket, de olyan, vagy ilyen dolgokra figyelmes lettem, hogy gyakrabban nyitják ki az ajtót, vagy ha mosdóban sorba kell állni, akkor előre engednek, vagy hogy a szupermarketek polcai között helyet csinálnak nekem. Nyilván ez már mind azután, hogy látványos lett a pocakom. És hogy egyrészt azt érzem, hogy hiányozni fog ez a kitüntetett figyelem. Másrészt viszont dühít is, mert azt érzem, hogy ezek közül a viselkedési módok közül sok minden egy alap kellene legyen, ez kellene legyen a normális abban, ahogy viselkedünk egymással, és nem a kismamáknak fenntartott különleges bánásmód, de minden esetre érdekes volt ezt is megtapasztalni. A nyolcadik pont az egy picit konkrétabb talán az előzőknél, és az pedig az, hogy a jóslófájások, ahogy a nevükben is benne van, fájhatnak. És ez azért nem egyértelmű, mert a legtöbb cikkben, könyvben úgy beszélnek a Braxton Hicks összehúzódásokról, hogy kellemetlenek, de nem fájdalmasak. Én például már a második trimester elejétől tapasztaltam azt, hogy ha sétálni mentem, akkor néhány perc után a hasam elkezdett keményedni, viszont ez még tényleg nem volt fájdalmas, hanem inkább kellemetlen volt, meg kellett állnom egy picit pihenni. De a harmadik trimesterre aztán jöttek az igazi görcsök, és ez azért volt nagyon furcsa, mert hogy addig, tehát ez a tipikus menstruációs fájdalomhoz hasonlítható görcs, vagy legalábbis ahhoz hasonlítható, amilyen a menstruációs fájdalom nekem szokott lenni, ugyanúgy hányingerrel, meg derékfájással jár, és erre azért nem voltam felkészülve, mert addig azt olvastam, hogy ezek a görcsök az első trimesterben normálisak a hormonok miatt, de hogy a Braxton Hicks az nem ilyen, a jóslófájás az nem fájdalmas, ez inkább egy keményedés, és hogy nagyon-nagyon sok cikket el kellett olvasnom, amíg egyben aztán azt találtam, hogy hát igen, egyébként egyes nőknél hasonlíthat enyhe menstruációs fájdalomra, amitől szintén bepánikoltam egy kicsit, mert hogyha ez az enyhe, nem fájdalmas görcs, akkor milyen lesz majd az, amikor valóban vajudok. De mostanra már elfogadtam, hogy ez számomra ilyen, én ezt így élem meg, egyébként is az, hogy mit jelent az enyhe meg az erős fájdalom, az ugye nagyon relatív, mindenkinek más fájdalom küszöbe, de hogy azért kíváncsi vagyok, hogy ehhez képest majd élesben milyen lesz a dolog. A kilencedik pont az, hogy minden kellemetlenség és fájdalom ellenére nagyon könnyű megszokni azt, hogy valaki lakik még benned. Ez számomra az elején nagyon-nagyon fura volt, főleg amikor kiderült, hogy kisfiunk lesz. Nagyon bizarrnak tartottam, és tényleg olyan volt, mintha egy ilyen kis alien lenne bennem,
De hogy mostanra meg már nagyon nehéz visszagondolni arra az időszakra, amikor nem volt ekkora a pocakom, és nem mozgott benne senki. Hogyha visszanézem például a tavaly nyáron készült fotóimat, akkor egyrészt csorog a nyálam, hogy milyen jól néztem ki, meg hogy milyen jó volt az alakom, de hogy másrészt nagyon nehéz összeegyeztetni a fejemben, hogy az a személy, meg az a test, és ez a személy, meg ez a test ugyanaz. Nagyon, nagyon bizarr. Illetve a másik dolog, ami ehhez kapcsolódik, hogy nyilván nagyon várom már, hogy idekint legyen a babó, és megölelgethessük, és megpuszilgathassuk, de ezzel együtt szerintem nagyon-nagyon fog hiányozni ez a pocakos időszak, és bármennyire önzően is hangzik, nagyon élvezem azt, hogy most csak az enyém, és senkivel nem kell osztoznom rajta, illetve, hogy én jelentem számára a teljes világot, és hogy nem kell semmit csinálnom, nem kell teljesítenem ahhoz, hogy jó anya legyek. Nyilván azon túl, hogy gondoskodok róla, meg rólunk, meg az egészségünkről, de hogy tudom, hogy amint idekint lesz, ezek a magammal szemben támasztott elvárások be fognak kapcsolni, és akkor már úgy fogom érezni, hogy valamilyennek kell lennem, meg ezeket a dolgokat így kell csinálnom, vagy úgy nem szabad csinálnom, ahhoz, hogy jó anya legyek, de hogy most meg még így elég csak úgy lenni, és nem kell több, és ez meg annyira szép, és egy ilyen nagyon, hát egy vagány állapot. A végére hagytam azt, ami a legjobban sokkolt, és ami a leginkább megviselt, és ez pedig az, hogy lelkileg borzalmasan megterhelő az anyává válás folyamata. Itt ismét hangsúlyoznám, hogy biztosan nem mindenkinek ilyen, és nem mindenkinek ez a megélése, de engem rettenetesen meglepett az, hogy számomra mennyire küzdelmes volt ez, vagy hát küzdelmes még mindig, mert egész életemben gyereket akartam, és azt hittem, hogy ez elég. Azt hittem, hogy mivel ennyire akarom, amint várandós leszek, így minden nagyon könnyen és egyszerűen fog működni, és nem ez történt. Azt hittem, hogy majd egy ilyen rózsaszín felhőn fogok folyamatosan úszkálni, és egy ilyen anya istennőnek érzem majd magam, és hogy ehhez képest a valóság az az volt, meg az, hogy rengeteg egymásnak ellentmondó érzés van bennem, öröm, hála, szeretet, de harag, meg félelem, meg féltékenység is, és hogy ezeket így nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni, meg egyáltalán belátni, hogy vannak. A legnehezebb az volt belátni, hogy haragszom a babára olyan dolgok miatt, amikről úgy érzem, hogy fel kell adnom miatta, vagy hogy féltékeny vagyok rá olyan dolgok miatt, amiről úgy érzem, hogy neki majd megadatik, és én hiányként éltem meg. És hogy ezek nagyon-nagyon nehéz érzések nyilván, mert egyrészt tudatában vagyok, hogy én akartam gyereket, nem az ő döntése volt, hogy világra jöjjön, de ezzel együtt ott vannak, és emiatt nyilván, vagy ezzel együtt nyilván jön egy szégyenérzet is, meg az, hogy mi baj van velem, miért nem tudok csak örülni. De úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos ezeket a dolgokat tudatosítani, mert szerintem nagyon sok szülőben benne vannak, normálisak is, szerintem, mert ilyenkor előjön egy csomó érzés a saját kisbaba, meg gyerekkorunkból, amiket nem tudatosítottunk, de ott vannak valahol mélyen, és hogy normális az, hogy így összehasonlítgatjuk a saját megéléseinket azzal, hogy milyen lesz, vagy milyen a mi babánknak, de hogy szerintem, ha ezeket nem tudatosítjuk, akkor csúnyán tudnak majd kijönni,
és úgy tudjuk majd átadni, vagy úgy fogjuk átadni őket a gyereknek, hogy az számára káros lehet. Úgyhogy igazából hálás vagyok ezekért az érzésekért, vagy legalábbis azért, hogy tisztában vagyok velük, de borzasztóan, borzasztóan nehéz, és mint mondtam, abszolút nem voltam erre felkészülve. Ezek is olyan dolgok, amikről nem igazán beszél senki, amit értek, mert ahogy mondtam, én is érzem azt, hogy bűntudat, meg szégyenérzet társul hozzájuk, ami nagyon nehéz, és amelyek olyan érzések, amelyek elől menekülünk. De hogy szerintem nagyon fontos lenne beszélni ezekről a dolgokról, és ítélkezésmentesen meghallgatni egymást, és belátni, hogy nem leszünk ettől még rossz szülők. Sőt, szerintem, hogyha reflektálunk, tehát hogyha először is, hogyha felismerjük ezeket az érzéseket, és reflektálni tudunk rájuk, az csak jobb lesz. A gyereknek is, nekünk is, a gyerekkel való kapcsolatunknak, a saját magunkkal való kapcsolatunknak. Szóval, hogy szerintem ezek nagyon-nagyon szükséges folyamatok, de borzasztó nehezek, és én is azt érzem néha, hogy inkább csak így elbújnék előlük, és egyáltalán miért jó ez az egész. Szóval, ja, hát egy érdekes utazás volt már a várandóság is, és biztos vagyok benne, hogy ez még semmi ahhoz képest, ami majd ezután vár ránk. Biztosan 100 millió dolgot elfelejtettem, de most így ezek az érzések meg gondolatok jöttek fel a legerősebben. Próbáltam egy picit így általánosabban a teljes várandóságomra vonatkoztatva összeszedni a gondolataimat, de egyébként az első meg a második trimeszterről írtam részletesebben a blogomon, azoknak a linkjét beteszem majd a leírásba, illetve ennek a videónak a szövegét is felteszem majd blogbejegyzés formájában is, úgyhogy hogyha szívesen elolvasnátok, azt is megtehetitek, valószínűleg az koherensebb, mint ahogy így most elmondtam, de igyekeztem érthetően és őszintén fogalmazni. Picit tartottam ettől a videótól, de úgy érzem, hogy nekem nagyon-nagyon sokat segített volna, hogyha valami ehhez hasonlót látok 9 hónappal, vagy 10, vagy 15 hónappal ezelőtt. Ahogy mondtam, nem azért, hogy elijesszen, nekem sem ez a célom, és nem is gondolom, hogy működhetett volna, hanem azért, hogy tudjam, hogy amit érzek, az normális, hogy nincsen velem semmi baj, és hogyha te is érzel hasonlókat, akkor veled sincs semmi baj, és attól még lehetsz csodálatos anyuka, vagy csodálatos apuka, és valószínűleg az is leszel. Úgyhogy én ennyit szerettem volna ebben a videóban most megosztani veletek. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Thank you.